A szeplőtelen fogantatás Nagy Boldogasszony Ferences templom, közkeletű nevén Barátok temploma építése 1755-ben fejeződött be. Az épület és a vele szomszédos rendház állapota nagyon leromlott, ezért vált szükségessé teljes felújítása. Most az egyik torony keresztje került a helyére, miután Mennyhárt József plébános megáldotta. Nagyon örülünk annak, hogy már ide jutottunk, hogy a torony tetejére felkerül az egyik kereszt. Régi hagyomány a családi házak építésénél is, hogy amikor felkerül a tetőszerkezet, akkor egy ilyen fát szentelnek, vagy áldanak, egy ilyen avatási ünnepség van. Hát most tulajdonképpen soká fog még elkészülni a templom, de már legalább az egyik toronysisak elkészült, és rajta a kereszt. Krisztus keresztje pedig hát a megváltásunknak a jelképe, szimbóluma, ezért mindig hordozza valamiféleképpen az isteni kegyelmet látványában is. A tervek szerint néhány hét múlva a másik toronyra is visszakerülhet a kereszt. Várhatóan 2021 végére készül el a Barátok templomának felújítása.